A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jössét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit. Január 17-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy kötetet fogunk bemutatni Székesfehérvár ipari helytörténetéből, amelyet Rostási Szabó Imréné Hegedűs Mária jegyez, ezt követően pedig egy olyan bejátszást láthatnak, amelyben a megyei könyvtár igazgatójával, Vörösmarty könyvtár igazgatójával arról beszélgetünk, melyek voltak a legnépszerűbb kölcsönzések az elmúlt esztendőben. Tartsanak velünk! Nos, kedves nézőink, ahogy ígértem önöknek, a mai Paletta magazint annak szenteljük, hogy bemutassunk egy új könyvet. Rostási Szabó Imréné Hegedűs Mária ismét egy új kötettel jelentkezett. A mi vízivárosunk története után Székesfehérvár ipari helytörténetéből, szövetkezetek múltjáról. Erről majd képeket is fogunk látni. Tisztelettel köszöntöm, kezét csókolom. Üdvözlöm, köszönöm szépen. Nos, hát ez mindenképpen egy hiánypótló mű. Én közben visszaemlékeztem, hogy 2019. november végén beszélgettünk a víziváros történetéről, és én azt mondom, hogy tehát ezek olyan könyvek, amelyek mindenképpen fontosak Székesfehérvár történetében, és nem csak ipartörténeti vonatkozásai okán, mert az nyilván az az elsődleges, hanem sokkal inkább, hogy egy olyan világot mutat meg bennünket, amikor Székesfehérvár egy kicsit más életet élt, és kezdett magára találni, ami aztán elvezetett a máig. Tehát ez az új helytörténeti írásról, ugye ez októberben mutatták be a Szénatéri Tagkönyvtárban, Demeter Zsófia, és említettem önnek, hogy a térség önkormányzati képviselője, illetve Demeter Zsófia történészként is méltatta ezt a könyvet, és nagyon szép szavakkal tették ezt, ami azt hiszem, hogy megerősítést jelent mindnyájunknak. Akkoriban, 2019-ben egy kicsit hadd idézzem meg, hogy fogalmazott. Azt mondta, hogy ha valaki nem érzi fontosnak ennek a városnak a szépségét és a fejlődését, azok bizony rossz úton járnak. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen megerősíti a jelent is. Honnét jött a gondolat, hogy folytassa ezt azt mondom, hogy ez egy küldetés mindenképpen. Hát köszönöm szépen, hogy így látja, hogy küldetés. Én már egy negyedik generációs székesfehérvári születésű vagyok, és a családom minden tagja is. Sose gondoltam volna én azt, hogy könyvet fogok írni. A második könyvemnek az inspirációja onnan eredt, hogy 2020 márciusában a Demeter Zsófiának megjelent a Székesfehérvár annó negyedik kötete, és hát azt rögtön nekiálltam olvasni. A nagyüzemek végén egy fél oldalnyi szöveget találtam a szövetkezetekről, pontosabban az egykori Alba cipőipari szövetkezetről, és utána folytatta a többi nagyüzemmel. És akkor én úgy elgondolkodtam rajta, hogy hát már bocsánatot kérek, igaz, hogy a szövetkezetek nem tartoznak a nagyüzemek közé, de talán abban az időben, amikor ők megalakultak, és elkezdtek bővülni, talán jelentősebb helyet foglaltak el a város életében, mint az, hogy egy fél oldalba ez beleférjen, ez megérdemelne egy önálló fejtegetést is. És hát így kezdtem hozzá, semmiből, mert elmentem a levéltárba, a szövetkezetekről semmi írásos anyag nem volt a levéltárban. Szerencsére éltek még olyan egykori volt kollégáim, ismerőseim, barátaim, akikkel beszélgettem a témáról,
és a beszélgetés közben felmerült, hogy hát az újságok akkor nagyon sokat foglalkoztak, ugye ez egy új szervezet volt abban az időben, a kisiparosok, ahogy lehetetlenné vált az életük, szövetkezeteket alakítottak egyes szakmákba, és hát ugye a Víziváros az egy iparos negyed volt egykor, de hát ott a környezetben elég sok hasonló személlyel találkoztam, és elmentem a levéltárba, hát hónapokat töltöttem a levéltárba azzal, hogy kerestem a cikkeket. Tényleg nagyon sok cikk volt, de hát ugye az akkori szokásnak megfelelően nagyon sok cikk a munkaversenyekkel foglalkozott, a sztahanovista dolgozókkal és olyanokkal, amivel én nem akartam foglalkozni tulajdonképpen. Én ennek az időszaknak, tehát a legtöbb szövetkezet 52-ben alakult, az követő időszakával, tehát a kezdeti 2-3 évtizeddel akartam csak foglalkozni, semmiképpen a 80-as évekbe bekövetkezett változásokkal és a későbbiekkel sem. Tehát nyugodtan elmondhatjuk egyébként, hogy ugye, ahogy ön is fogalmazott, hogy a társadalompolitika nem célja, a társadalompolitika akkori bemutatása a Rákosi korszak, illetve a későbbi Kádár korszak, mert hogy Székesfehérvár akkor kezdte el visszanyerni azt a lendületét, ami egyébként jellemezte, tehát ahogy fogalmaztak mások, és elnézést kérek a mai Székesfehérvártól, de bizony egy koszos mezőváros volt, korántsem véletlen, hogy akkoriban még szóba került az is, hogy Dunói város veszi át a megyei jogú város címét és a Fejér megye városa címet. Viszont sokkal erősebb emlékez mindenféleképpen, mert hogy ugye a nagyszüleink és a szüleink ebbe születtek bele. És ha belegondolunk, hogy akkor kezdődött el az iparosodás is nagyban, tehát a vadásztölténygyári mellett a köfém, stb. SKG, a többieket nem említem, de ez egy nagyon-nagyon fontos. Hogy vette sorba ezeket azon felül, hogy nyilván a könyvtárban azért bizonyos értelemben lehetett kutakodni? Hát azért az én életem elég szerencsés volt, mondhatom idézőjelben a szerencsét, mert a 4 évig dolgoztam én az egykori víz- és fűtésszerelő szövetkezetbe, később Univerzál lett a neve. Azt követően kerültem a statisztikai hivatal megyei igazgatóságára, amely szintén 1952-ben jött létre, igaz, hogy arról nem emlékeztek meg sehol, de az én szívemben azért ott van. 36 évet dolgoztam a statisztikai hivatalba, ami egy nagyszerű munkahely volt. Mindenről tudhattam, ami a nemzetgazdaság valamennyi ágazatáról voltak adataim, és hát ugye nekem az természetes volt, hogy ipar, szövetkezetek, elmentem a hivatalba, és a legelső statisztikai évkönyveket elővettem, és egy táblázatba bele is tettem a könyvbe. Tehát tudtam, hogy milyen szövetkezetek vannak, akkor is és később is. És hát tulajdonképpen attól függetlenül, hogy én eljöttem a szövetkezettől, én végig kísértem az ő életüket. Én tudtam azt, hogy mikor lett a Tibor Józsinak külön KFT-je, hogy a Móri úton hogy változtak a vezetők, hogy a gumijavító mikor költözött ki a Móri útra, hogy a Shell szervizt átvették az M7-es mellett. Tehát egyrészt a munkámból eredően is tudtam, megérdeklődött, nagyon jó barátokra találtam én annak idején a szövetkezetbe, és ezek a barátságok azzal nem szűntek meg, hogy én onnan kiléptem. Igen, ön úgy fogalmazott, ismét visszatérek erre, hogy nem elemezni szeretném a szövetkezetet életét, de néhány olyan tény szeretnék rögzíteni, ami a munkájuk során evidencia volt, jellemzően a megalakulást követő első 2 évtizedben, amit az imént is említett.
Nos, én azt mondom, hogy mit jelent az evidencia egy szövetkezet életében? Hiszen ezt nyilvánvaló, hogy nehéz megfogalmazni, hogy melyek azok az alapvetések, amelynek mentén aztán felépítik egy mára már nem létező, viszont alapokat adó történetet. Több szövetkezetnél is előfordult, és én le is írtam, hogy a szövetkezeteknek olyan elnökei voltak, akik a szakmájukban minden szempontból példaértékű emberek voltak, tehát úgy a munkamorál, mint az erkölcsi etikai életvitel szempontjából, és így fordult az elő, hogy több személy is, több elnök is, több cikluson keresztül vezette a szövetkezetet. Tulajdonképpen ő a magáénak érezte azt az egész szervezetet, felelősséget érzett az ott dolgozók élete iránt, és minden érdekelte. Hát legközelebbről ugye a Tibor János urat ismertem. Volt olyan szituáció, amikor valaki odajött és felvettek, mert ugye akkor nem volt ilyen, hogy humán erőforrás gazdálkodás, hanem a megfelelő vezetők vették fel az új munkatársakat, és mondta az elnök úrnak az egyik kollega, hogy hát ennek olyan előélete volt, hogy nem biztos, hogy nálunk az kellene, és azt mondta, nálunk csak jól kell dolgozni, semmi mást, és ez a legfontosabb. És nagyon tudta értékelni az odaadó, szorgalmas, pontos munkát végző embereket. Ugye a megalakuláskor rendkívül fontos volt, hogy legyenek mesterek, akik a későbbiekben megtanítják azt a fiatal generációt arra, amit ők már megéltek nyilván. Ugye a kisiparos szakma, kisiparos lét az eltűnt abban az időszakban. Tehát ez egy fontos adalék volt ahhoz, hogy a szövetkezetek hitelesek legyenek, és magas szakmai munka folyjék. Hát nem csak az elnökök voltak mesterek, mindegyik szövetkezetnél nem tudtam leírni az elnököknek a szakmai végzettségét, de az asztalos KTS-nél ott nagy szerencsém volt, mert az egykori elnök úr, miután elment nyugdíjba, ő leírta az egész szövetkezetnek az életét, hiszen ott élt az édesapjától, örökölte a szakmát és annak a szeretetét, és meg kell nézni, de a többi szövetkezetnél is jellemző, hogy mesteremberek voltak, akik alapították a szövetkezeteket, és nagy hangsúlyt helyeztek az ipari tanulók, akkor még inasok tanítására, fejlesztésére. Ugyanakkor a minőségi munkaelvárás volt természetes. Az természetes. Mit jelentett abban az időszakban, hiszen személyesen is átélte egy ilyen helyen dolgozni? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy más volt a bérezés, és azért a minőséget, ha úgy tetszik, megfizették. Tehát érdemes volt szövetkezetben dolgozni. Akkor igen, ahogy így a statisztikai adatokat visszanéztem, talán kicsit magasabb is volt az átlagkereset a szövetkezetekben, mint az állami vállalatokban. Jó lehet, hogy a munka minősége is más volt. Tehát egy gyári munkás, aki szalag mellett dolgozik, nyilván nem rendelkezett olyan szakmai felkészültséggel, mint a szövetkezetekben dolgozó mesteremberek. Tehát őnek itt magasabb volt. A másik dolog meg az, hogy önzetlenül, tehát hogyha azt mondta az elnök úr, hogy gyerekek, ezt a munkát ma be kell fejezni, akkor nem mondták azt fél ötkor, hogy vége a munkaidőnek, mert az elnök úr azt mondta, hogy be kell fejezni. Számtalanszor előfordult ilyen oktatási intézményeknél, vagy kazán meghibásodás esetén télen, hogy nem volt szombat, és nem volt munkaidő vége. Ha az elnök úr azt mondta, hogy be kell fejezni, akkor azt befejezték, és biztosak voltak abban, hogy a megfelelő bért meg fogják kapni utána.
korántsem véletlen, hogy úgy fogalmazott Demeter Zsófia, hogy Rostási Szabó Imréné már, Hegedűs Mária nem nyugszik, amíg olyan témát talál, amit Székesfehérvár életében nem vizsgáltak eddig. Tehát ez olyan jellegű kordokumentum, hiszen a 20. század második fele rendkívül fontos számunkra. Ez mennyire erősíti meg, hiszen azt, hogy Székesfehérvár iparváros jellegéből fakadóan tulajdonképpen ennek az időszaknak köszönheti a szárnyalását. Hiszen azok a fiatalok, akik az 50-es években, 60-as években, 70-es évekig, ahogy ön is fogalmazott, lettek mesterek, a mesterek tanítása által, tulajdonképpen ők tették azzá Székesfehérvárt, ami ma. Ez így van. Ez így van. Van egy fiatal, hát velem egykorú úr, akivel beszélgettem. Közel is laktunk egymáshoz, ő a Gáz utcában lakott, én a Sarló utcában. Nem tanulta a szakmát, de az édesapja az asztalos szövetkezetben volt. És ő, mikor az iskolából hazament, ebédelt, utána be a szövetkezetbe, és ott az édesapja volt az ipari tanulóknak az oktatója. Ő ott mindent megcsinált, amit a gyerekeknek kellett. Olyan magas szintű szakmai tudásra tetszett, írtam is a könyvben, meg a munkáját is lefényképeztem asztalos szakmába, hogy tényleg példa lehet mindenkire. És van egy generáció is az asztalos szakmába, a sasvári, ha jól emlékszem, sárvári család, akinek már a harmadik generáció a fiatal ember, aki éppen azokban az időkben, az elmúlt évben Grazba komoly elismerést szerzett a szakmába. Tehát ha azok a szakemberek, akik akkor megtanították a fiatalokat a szakmai morálra, ami elég széles körűen értendő, és ma is a szakmában dolgoznak, azért biztosan meglátszik ennek a városnak az életén. Igen, és azt, hogy mi ezt megtudhattuk, illetve én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos könyv, amit mindenkinek ajánlanék, az teljes egészében önnek köszönhető, mindazoknak, akik segítségére voltak, a kiadónak természetesen, hiszen ez egy míves kiadvány mindenféle szempontból. Hadd kérdezzem meg így a végén, hogy lesz folytatás? Nagyon kedves, az előző könyvem végén is megkérdette. Nem tudom megmondani. Azóta eltelt azért már valamennyi idő, fiatalabb nem lettem. A technikai feltételeim se kifogástalanok. Ebben a pillanatban nem tudom megmondani, nem készülök újabb könyvre. Jó, hát én azért bízom benne, hogy lesz folytatás. Ehhez kívánok önnek és mindenkinek, aki segítségére volt, jó egészséget, minden jót. Annál is inkább, mert hogy Székesfehérvár ipari helytörténete, a szövetkezetek sorsa után biztos vagyok benne, hogy azért még van valami a tarsolyában. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm a meghívást. A Vörösmarty Mihály könyvtár az elmúlt esztendőt is összesítette, így megtudhatjuk, hogy melyek voltak azok a kötetek, amelyeket szívesen választottak az olvasók. Nézzük meg most ezt a bejátszást. A 2022-es évre visszatekintve elkészítette legtöbbet kölcsönzött könyveinek listáját a Vörösmarty Mihály könyvtár. A kölcsönzések számából jól látszik, az olvasás tavaly is népszerű volt Székesfehérváron. Érdekesség, hogy egyre inkább nő az érdeklődés a kortárs szerzők művei iránt, ugyanakkor a klasszikusok is népszerűek a könyvtár látogatók körében. Személyes és szakmai kíváncsiság is vezet bennünket akkor, amikor ezt a toplistát évről évre összeállítjuk. Egyrészt, mivel én most már nagyon ritkán jutok hozzá a könyvekhez, a
dezideráltám, hogy a hátrányaimat is szeretném ilyenkor ellenőrizni, mi az, amit mások annyira olvasnak, és nekem ez kimaradt az életemből. Másrészt meg szakmailag azért fontos ezt a toplistát összeállítani, mert tudjuk azt ezekből a listákból elsősorban, hogy mi az, amit még meg kell vásárolnunk, mi az, amiből kevés példány, az, ami megvan a könyvtárban, és kellene újabbat vásárolni. Úgyhogy mindenképpen hasznos ez a toplista. Összehasonlítottam a tavalyival, és nem meglepő dolog az, hogy ugyanazokat a szerzőket, vagy ugyanazokat a könyveket találtuk a tavalyi listán is, meg a tavaly előtti listán is, ami egyrészt annyira nem jó, mert hogy sorra jelennek meg jobbnál jobb könyvek adott évben, és azok valahogy nem kúsznak föl a listára. Ezek a Nárai Tamás könyvek, amiket már évekkel ezelőtt kiadtak, vagy Orvos Tóth Noémi könyve, az Örökölt Sors, ami a második helyen szerepel a listán, 18 óta már több kiadást ért meg, és még és 18 óta 22-ig ott van, vezeti a listát a könyve. Azért csak az elsőt mondom, Nárai Tamás volt egyszer egy varrodám, 106 kölcsönzéssel jutott föl a lista első helyére, és ez ráadásul azt jelenti, hogy 11 példány van meg a könyvtárból, úgyhogy ezek a könyvek, 11 könyv folyamatosan úgy forog, hogy így nagyjából mindegyik könyvnek 10 olvasója volt az elmúlt évben, ami azt jelenti, hogy mindenki be is tartotta a kölcsönzési határidőt, mert hogy a következő olvasó már várt rá, és nem is akarta megvárakoztatni az olvasót. Ezen a toplistán Nárai Tamás egyértelműen Fehérvár kedvenc szerzője, hiszen a Zara trilógia is rajta van a toplistán, úgyhogy teljesen egyértelmű, hogy Nárai Tamás mindenféleképpen jó. Fábián Janka ugyan nem a második, harmadik helyen szerepel a listában, de 4 könyvével ő is itt van a listán. Orvos Tóth Noémi a második, ahogy így mondtam, és Ahol a folyami rákok énekelnek, ennek a könyvnek már 5 kiadása megjelent, és még mindig itt van. Tavaly is ott volt a lista elején, idén is itt volt a lista elején, és ez egy olyan könyv, amit végre én is mondhatom azt, hogy az olvasott könyveim listáján nekem is az elsők között szerepel. A 4. helyen az Áradó fény című könyv szerepel. Ez nekünk azért érdekes, mert hogy a 30-as évek Amerikájában játszódik, és mozgó könyvtárosokról szól, úgyhogy a könyvtárosok mindig egy kicsit oda néznek, amikor könyvtárról, könyvekről, sőt, könyvtárosokról van szó, hiszen mikor kerülnek könyvtárosok be a regény szereplői közé, nagyon ritkán, úgyhogy ha néha-néha könyvtárosról szól egy regény, szerintem mi itt a 68 olvasók között legalább 10 könyvtáros szerepelünk, aki ezt a könyvet elolvas. A következő pedig Edith Eva Eger könyve, A döntés, amit már több egyszer a lista élén tudunk találni, és az nem véletlen. Egy nagyon érdekes történet az ővé. Ugye kasáról vitték a családját Auschwitzba, ő túlélte a haláltábort, pszichológus lett, és bántalmazott nőknek segít a pályafutása során. Úgyhogy ezt a könyvet egyaránt olvashatják azok, akik ezt a sorsot, mint történelmi helyzetet, vagy zsidó sorsot akarják olvasni, de úgy is, mint akik a döntés címből következően olyan élethelyzetbe kerülnek, hogy nekik egy útmutató lehet ez a könyv. És akkor jönnek a Nárai Tamás, a Fábián Janka könyvei, Orvos Tóth Noémi, Szabad akarat, szintén egy nagyon jó könyve, és itt van Ken Follett, aki a elmúlt több évtizedben nagyon-nagyon sok, nagyon jó könyvvel szerepelt a kedvenc könyvek között, most ezzel a könyvvel jutott ide, és itt van Kepes András, a Boldog Hülye és az Okos Depressziós. Ezt szintén tudom ajánlani, és örülök, hogy tényleg egy nagyon jó kortárs szerző ugyanúgy itt van. De amit még az előbb nem említettem, és 50 kölcsönzéssel itt van a listán, Karádi Anna, a Füredi Földesúr, hogy ez is egy szempont lehet a toplista összeállításánál, hogy ki az a szerző, akit meg tudunk hívni a könyvtárba, vagy akire jó eséllyel úgy tudunk meghívót kiküldeni, hogy sokan is érdeklődnek. Karádi Anna tavaly volt a Mészöly Géza utcai tagkönyvtárnak a vendége, úgyhogy talán nem véletlen, hogy ide került a listára, mert egy ilyen író-olvasó
találkozó még jobban rá tudja irányítani a szerzőre vagy a könyveire a figyelmet, és ráadásul Karádi Anna könyvei az elmúlt évben, vagy az előző évben jelent meg, úgyhogy ő bizonyíték arra, hogy egy friss kiadású könyv is nagyon népszerű tud lenni. A gyermek és ifjúsági regények körében szintén érre törtek a kölcsönzések tekintetében a jelen magyar írói, de természetesen a nemzetközi bestsellereket is nagy számban keresték az olvasók, illetve a gyermekes szülők. Ahogy a felnőtt toplistánál mondtam, itt ugyanúgy nincs meglepetés. Ezek a toplisták évről évre első, második, harmadik helyet esetleg cserélgetik, de a szerzők vagy a sorozatok azok ugyanúgy ott vannak a listán. Beck Andrea Titoktöndér. Ez egy könyvsorozat, nem néztük meg azt, hogy az egyes kötetekből hányat kölcsönöztek, az összes kötetéből 190 kölcsönzés volt a tavaly évben, ami teljes egyértelmű siker, hogy bármelyik könyvet, hogyha hazaviszi a szülő, nagymama a gyerekének, vagy együtt jönnek kölcsönözni, akkor bátran, ha leveszi ezt a könyvet, bármelyik Titoktündér könyvet, akkor sikert ér el a gyereknél. A Rumini, ez nagyon hasonló népszerűségnek örvend. Berg Judit könyve, a Harry Potter pedig az már meg nem tudom mondani, hogy hány éve, és az az érdekes, hogy a Harry Potter és a bölcsek köve mindig a legnépszerűbb, vagy a legtöbbet olvasott könyv. Nem sokkal vezet, vagy marad le mögötte a Harry Potter és a titkok kamrája, de lehet, hogy ez azt jelenti, hogy vagy egy kicsit nagyobb idő telik el a kötetek olvasása közben, vagy nem biztos, hogy mindenki azonnal rákap a folytatásra. És itt van a Ropi naplója. Ugye a Ropi naplója is számtalan kötetből áll, szerencsére több helyen ezt kötelezőnek is fogják a gyerekek elé tenni, de én azt gondolom, hogy nagyon jó az, amikor egy önmagában is nagyon jó, egy önmagában is nagyon népszerű gyerekkönyv eljut odáig, hogy a pedagógusok ezt még kötelezővé is teszik, és valószínű, hogy ez pont olyan kötelező, hogy a gyerekek nem kötelezőként olvassák, hanem élvezettel olvassák ezeket a ropis könyveket. Ugye ebből filmsorozat is készült, talán az sem véletlen, hogy a kettő erősíti egymást. És itt van a VUK, ami szintén mondanám azt, hogy kötelezősége mellett örök könyv, bátran lehet ajánlani, akár állatos könyvet szerető gyerekeknek is. És itt van még a Leinál Laura, ami most 22-ben úgy tűnik, hogy már csak 45 kölcsönzést ért meg a Bexi első kötetével, de hát emlékszünk rá pár évvel ezelőtt, amikor eljött a könyvtárunkba dedikálni, az Oskola utca második emeletén volt a dedikálás, és kint a Bartók téren a templom sarkáig ért a sor. Olyan sokat vártak arra, hogy Leinál Laura dedikálhasson. Én szerintem van még benne annyi, hogy jövőre is valamelyik kötetével itt lesz a toplistán, és 45 kölcsönzése volt Szabó Magda Abigail című könyvének, ami nagyszerű dolog, hiszen azok, akik ma olvassák, azoknak az anyukája, de szerintem még a nagymamája is olvasta ezt az Abigailt, és ez nagyon klassz könyv, hogy egy könyv megéri azt, hogy családi olvasmány legyen, és én azt hiszem, hogy még ezt több éven keresztül tudjuk bátran ajánlani a gyerekeknek ezt a könyvet. A listán helyet kaptak a generációk óta népszerű kötelező olvasmányok is, mint például Gárdonyi Géza Egri Csillagok című történelmi drámája, Fekete István VUK című ifjúsági regénye, George Orwell 1984 című műve, vagy éppenséggel William Shakespeare Rómeó és Júliája. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.